Tavaly június 30-án adta be a Paks 2 Atomerőmű ZRT az Országos Atomenergia Hivatalnak az új blokkok létesítési engedélykérelmét. Ezt akkor Süli János, a bővítésért felelős tárca nélküli miniszter jelentette be a Paksi Társadalmi Tanács ülése után. A hatóságnak onnantól 15 hónapja volt arra, hogy a kérelmet elbírálja, és ha mindent rendben találnak, akkor 2021 végén a főépület létesítési engedélyt kaphat. Paks 2 munkatársai hónapokon keresztül 2019 óta dolgoztak a műszaki mellékletekkel együtt 283 ezer oldalnyi dokumentáció összeállításán. A mérnöki mellett nagyon komoly fordítói munkára is szükség volt az iratanyag kidolgozásakor. Tavaly nyár vége óta pedig az Országos Atomenergiai Hivatalnál több tucat ember dolgozik folyamatosan az engedélykérelem feldolgozásán. A hivatal létszámából körülbelül 100 fő az, aki foglalkozik ezzel a kérdéssel. Jelenleg vagyunk nagyjából 180-an. Ez egy igen jelentős létszám, aki ide át van csoportosítva. Ezzel párhuzamosan a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértői is részt vesznek az engedélykérelem vizsgálatában és feldolgozásában. Az OAH a járványhelyzet miatt az elmúlt hónapokban az online térben tartotta meg a társadalmi tájékoztató programjait, de az idei tervek között egy paksi közmeghallgatás is szerepel, ahol részletesen beszámolnak majd az addig elvégzett munkáról. Mindenképpen lesz egy közmeghallgatás paksi helyszínen. Jelenleg ugye vannak korlátozások a járványügyi eljárásokból adódóan, ahol ez korlátozott. Mi bízunk abban, hogy ez meg fog szűnni, és akkor egy teljes körű közmeghallgatást tudunk majd tartani paksi helyszínnel. A létesítési engedély kérelem mellett a felvonulási épülethez szükséges kérelmek elbírálását is folyamatosan végzik az OAH munkatársai. Tavaly 10 épületre adtak építési engedélyt, idén januárban pedig további 2-re. A nukleáris engedély kiadása pedig az idei év végére várható. A reaktor épület tényleges építése ezt követően kezdődhet el.